Ugron Gábor emléktáblája a székely politikusról elnevezett utcát díszíti, a Sashegyvédő Egyesület és a család kezdeményezésére készítették el. Amikor az Ugron család és a Sashegyvédő Egyesület megkeres az önkormányzatot, hogy emléktáblát szeretnénk Ugron Gábornak, akkor az én nagy örömömre egyébként a képviselőtestület, illetve a bizottság úgy döntött, hogy természetesen támogatjuk ezt az emléktáblát. Az önkormányzat 100%-át ennek a táblának ki is fizette, és most itt vagyunk, rövidesen megkezdődik az átadás, úgyhogy végre az a sok-sok ember, aki egyébként nem tudta korábban, hogy ki Ugron Gábor is itt lakik a környéken, az most szembesülhet vele. A táblára sok hasznos információ fel van írva, ezek után igazán sajátjuknak érezhetik ezt a környéken lakók. A Sashegyvédő Egyesület egyik célja, hogy a környéken élők megismerjék az otthonuk körüli utcák névadóit. Azért különleges, mert Ugron Gábor születésének 170. évfordulója alkalmából avatjuk, és Sashegyvédő Egyesület kezdeményezte ezt a tábla állítást, mert hagyományt teremtünk azzal, hogy itt a Sashegyvédő Egyesület körzetében levő utca neveket, és először is az utca névadóit egy táblával jelöljük meg, mert nem sokan tudják azt, hogy kik voltak ők. Ugron Gábor ükunokája, Ugron Gáspár Gábor mesélt életéről az emléktábla avató ünnepségen. Ő volt az utolsó élő rabombán székelyek vezérlő fejedelme, ha lehet így mondani. Ugye a 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni Habsburg elnyomást követően a Magyar Országgyűlésben egy erőteljes függetlenségi mozgalom indult, ami a kiegyezést követően egy furcsa helyzetbe került a parlamentbe, és ezt a függetlenség és 48-as pártot, mozgalmat vezette. Ez az utca azért van róla elnevezve egyébként, ez régóta, a II. Világháború óta, mert ő volt az első olyan újságíró, aki nemzetközi eseményről rendszeresen, heti rendszerességgel tudósított. Ez a Párizsi Kommün volt. Egyébként valóban a Székely Vasút építője, a Székely Bank létrehozója, a család jelentős vagyonát ennek, ezen pénzintézetek csődbe jutása miatt föláldozta, a székelységért dolgozott, tett, tényleg egy nagyon nagy hatású, forradalmi lelkű, ellenzéki politikus volt 1874 és 1911 haláláig. A kommunizmus alatt üldözték Ugron Gábor leszármazottjait, azonban az utca nevét soha nem változtatták meg.